Sziasztok, Sziszka vagyok, most a videómmal szeretném nektek bemutatni az Element Energy ízesítési úgynevezett instant dohányát. Magáról az energiaitalos dohányokról mondanék pár szót. Az energiaitalos először Red Bullos néven jött be az Almasa márkában, hát ennek már jó 3 éve, gyorsan népszerű lett, mert nagyon finom íze volt, és tényleg visszaadta az energiaitaloknak azt a tutti fruttis ízét, amit az iváskor is lehet érezni. Az Element az ugyebár egy jóval később érkezett meg, és az első körben még nem is volt energiaitalos, majd utána készült a második körben energiaitalos változat is. Én Element Ready dohánnyal kevertem be, hagytam 2 hónapig, tehát nem 1-2 hétig, hanem 2 hónapig hagytam, mivel maga az illata először olyan nagyon tolakodó erős volt. Tehát akkor megszagoltam, és kicsit túl tolakodónak láttam, úgyhogy picit félre is tettem. Most már azonban gyengült az illata, és ilyen nagyon kellemes édeskés tutti fruttis íz, tehát mint a túl erős, vagy túl édes energiaitalok. Maga a dohány aprítottsága, mint a képen is láthatjátok, teljesen jó. Nincsen vele semmi gond, könnyű volt tömni. Én egy sima egyiptomi kerámiába tömtem, kokokószénnel, és most így kóstolom, mert nem kóstolom, mert ez már nem az első tömés. Füst tekintetében nem lehet panaszunk, azonban nézzük kicsit az ízét. Az íze az már eltér az illatától, nem mondanám annyira édesnek, olyan lágy tutti-fruttis íze van, de mégis egy kicsit, mintha szénsavas íz lehet, tehát a szénsavnak az ízét is lehetne érezni. Furcsa. Találkoztam már ez másik dohánynál is ezzel, hogy a szénsavas íz lehet érezni. Egész kellemes. Már le is vettük. Na, hogy megégjen. Maga az Element ilyen instant dohány, amiben tudjátok, minimum 1 hetet kell hagyni állni. Sima egyiptomi kerámiában bőven bírja akár 50 percig is, Vortex vagy Kunnel típusú kerámiákban pedig még tovább, akár 2 körszenet is elbír. És ugyebár ezek ilyen instant dohányok, tehát házilag gyorsan elkészíthetőek. Összességében azt mondanám erről a dohányról, hogy nem rossz, de nem az igazi. Mondjuk nekem maga az almasából sem tetszett az energiaitalos, nem nyűgözött annyira le. Így ettől sem vártam olyan hű, de sokat. Nagyon kellemes dohány, könnyen meg lehet készíteni ugyebár, és finom, csak nem az én ízlésem, tehát aki szereti az ilyen különlegesebb ízeket, azoknak ajánlanám, akik a gyümölcsösebb ízek felé húznak, azoknak kevésbé. Azt elfelejtettem mondani még a videó elején, hogy Element Energy-t lehet vásárolni több nagy webshopban is, vagy nagyobb boltokban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!